Köszöntöm nézőnket, itt vagyunk a Dérinél Kulturális Központ előtt, és hamarosan kezdődik a Méltóság mezője őszi rendezvénye. Váci Attilánéval, a Rákbetegek Országos Szövetsége karcagi csoportjának vezetőjével beszélgetünk. Sárga sál már a nyakunkban van, tehát ez jelzi azt, hogy megint eltelt egy fél év, és itt vagyunk az őszi rendezvényen. Hogyan sikerült most megszervezni, hiszen láttuk, hogy igencsak tartalmas lesz a mai nap. Az őszi és a tavaszi rendezvény ebből a szempontból a Méltóság mezeje programnak ezek a rendezvényei tényleg nagyon fontosak a számunkra. Minden olyan embernek, akinél fontos a szeretet, a gyógyíthatatlan betegeknek, a gyógyíthatatlan betegekkel való együttérzés, az ide nagyon szívesen eljön és készül velünk erre. Nagyon szerencsénk volt, vagy nagy szerencsénk volt, amikor találtunk két olyan könyvet, illetve a könyvnek a szerzőjét vagy fordítóját, akik hasonló témával foglalkoztak, és vállalták azt, hogy erre a napra eljönnek hozzánk. És azt hiszem, hogy az is fontos, hogy minden alkalommal megemlékeznek azokról a társaiktól, akik már sajnos nem lehetnek itt, hiszen azért az önök klub nevében benne van, hogy rákbetegekről van szó, tehát nagyon sokan gyógyultak önök között, mindig vannak, akik éppen abban a stádiumban vannak, hogy sajnos most gyerült ki róluk, tehát nekik is ez egy fontos állomás az életükben, úgy gondolom, hiszen innen erőt kaphatnak önöktől, akik már meggyógyultak, és egy támpontot adnak nekik, hogy mindig van remény, hogy az önök szlogenjét kölcsön vegyem. Igen, tulajdonképpen ez erről szól. A rákbetegnek lenni ma már nem egyet jelent a halállal. Nagyon fontos a szemléletváltás. Ezért vagyunk itt, ezért vállaljuk fel a nyilvánosságnak az erejét. Egyik jelmondatunk a hiteles szó erejével. Ki tudná jobban elmondani, hogyan és mint, és itt a példa, meg lehet gyógyulni, de próbálj így élni, egy életmód tanácsot adni. Fontos, hogy mikor azt mondjuk, hogy segítünk visszagyógyulni az életbe. Aki belegondol, az átérzés tudja, hogy mit jelent, mert abból az állapotból is vissza kell jönni. Nem egy könnyű feladat, De nagyon hálás feladat, és itt a példa rá, hogy 10-12 éve, 15 éve, 5 éve, teljesen mindegy, hogy hány évről beszélünk, amikor ma már úgy érzik és úgy érezzük, hogy ugyanolyan tagjai vagyunk a társadalomnak, a közösségnek, mint azelőtt. Egy krónikus betegség, már úgy, mint egy magas vérnyomás, egyebek, együtt kell vele élni, és megmutatni a többieknek, hogy mégis szép az élet. És hát azt hiszem, hogy ez a séta is, ami minden alkalommal része ennek, meg most miután ősz van, most ültetjük a nátiszokat, tavasszal szedjük virágzáskor, ez mindegy jelképesen a sorstársaknak is egy emlékezés, és egy fontos összefogás azért, hogy összefogjanak és együtt kimenjenek, esetleg lelket öntsenek azokban az idős emberekbe, akik esetleg éppen ott tartanak, hogy föladják. Hát igen, ugye a sárga nácisz a gyógyíthatatlan betegeknek a jelképe. Ugyanakkor vallási jelképe is van, hisz a feltámadás jelképezi. Ezzel a gesztussal, ugye az élet körforgását próbálja magába a mozgalom szimbolizálni, hogy elültetjük a virágot, szárba szökken virágot hoz. Akkor ugye leszedjük, átadjuk most vagy a betegeknek, vagy a gondozottaknak, a szeretetet próbáljuk fel átadni. És utána jön a természet, ugye jön az elmúlás, de ősszel ugye megint elültetjük, és a következő tavasz újba szárba szökken az élet körforgását. Vannak benne ugye az életben nagyon sok öröm, nagyon sok szép, és mi ezt hirdetjük, ugyanakkor tudomásul kell vennünk mindenkinek, hogy vannak benne tragédiák és elmúlás is. És ezt kell tudatosítani az emberekbe, hogy ezzel is együtt kell élni, és szépé kell tenni a végső utolsó órákat, mert az emberi méltóság mindenkit mindig megillet. Egyre többet halljuk ezt a szót, a hospice. Itt láttam, hogy az előadások között erről is lesz szó, és ma még egy hangverseny is vár mindazokra, akik eljönnek. Igen, tehát tulajdonképpen erről szól, azért választottuk ezt a két könyvet is, hogy bemutatja egyrészt, hogy milyen az élet egy ilyen otthonban, illetve van egy szomorú könyv, amikor tulajdonképpen tragédiával végződik maga az élet, de ugyanakkor vinni kell tovább az emléket, és tovább meg kell mutatni azt, hogy tovább kell élni, és további kell jó példát mutatni.
A hangversenyenek tulajdonképpen ezzel akarunk kedveskedni az itt megjelenteknek, meg Karcag lakosságának, és nem véletlenül a jelmondata az élet szép, az élet minden, mert ez az egyik jelszavunk. Ezt kívánom, hogy még nagyon sokszor sikerüljön ezt a sétát is megszervezni, és ezt a mai napot is, és minél többen eljöjjenek, önök mellé álljanak, és tényleg segítőkezet és erőt nyújtsanak azoknak, akik éppen, amit beszéltük, most vannak abban a stádiumban, hogy esetleg most derült ki róluk, hogy rákosok. Köszönjük szépen, szeretettel várunk továbbiakban is mindenkit. És én nagyon bízom ezt, ugye Karcag 2 éve csatlakozott a méltóság mezejéhez, benne ugye a mi szervezetünk is, és akkor is, ha mi már nem leszünk, lesznek, akik folytatják. Az előbb már hallottuk, hogy egy könyvbemutató is lesz. Gergelyi dr. Tóth Évával beszélgetünk, aki személyes könyvet írt, hiszen annyit tudunk önről, hogy ön volt az, aki elveszítette a gyermekét. Miért tartotta fontosnak, hogy megírja a történetüket? 7 évvel ezelőtt a nagylányom beteg lett, egy súlyos ritka betegségben szenvedett, Ewing-szarkomának hívják, ez hétköznapi nyelven egy csontdaganat, és 1,5 éven keresztül küzdöttünk a gyermekünkért, és sajnos 2007. februárjában elveszítettük őt. Én, mivel orvos is vagyok, és Szandrának is ez volt a kérése, mindenképpen hasznosnak találtam, hogy megírjam ezt a történetet. Hát tulajdonképpen egy nagyon precíz esetismertetés erről a ritka betegségről, és hát ennek az lenne a célja, hogy minél többen halljanak róla. Igaz, hogy Magyarországon évente csak 6-8 gyerek szenved ebben, illetve diagnosztizálják, de azt a 6-8-at nagyon jó lenne időben felfedezni, mert ha késik a diagnózis, akkor az a gyerek életébe kerül. Gondolom, hogy a mai nap az külön egy kicsit megható önnek, amikor erről kell majd beszélnie. Biztos, hogy nem tudtam még ezt feldolgozni, hiszen a kislánya biztos, hogy ott van minden nap a gondolataiban, de mit tanácsol azoknak, akiknek a gyermeke kerül hasonló helyzetbe, hogy hogyan tudnak túlélni, hiszen nekik erősnek kell lenniük a gyermekük előtt? Hát mindenképpen a pozitív hozzáállás, tehát a gyereket mindig mindenben mi is támogattuk maximálisan, és mindig hinni kell abban, hogy meggyógyul, mert hát szerencsére azért egy 70%-os a statisztika, hogy 70% meggyógyul. Én nem vagyok ebben teljesen biztos, de 50 az biztos van. A lényeg az, hogy amíg lehet küzdeni az életért, addig küzdeni kell érte. Én azt hiszem, hogy akkor az ön saját példájával is előtt tud adni azoknak, akik belecsöppennek egy hasonló helyzetbe. Én azt kívánom, hogy segítsen azoknak szavakkal, akik most öntől segítséget kérnek, és adjon nekik erőt. Ez tulajdonképpen meg is valósul, mert az alapítvány, amit létrehoztunk 5 évvel ezelőtt, az nagyon szépen virágzik, és hát tulajdonképpen az ország összes gyerekonkológiájával felvettem a kapcsolatot, így szinte minden Ewing-szarkomás család megtalál bennünket, és tényleg fordulnak is hozzám rengeteg kéréssel, kérdéssel, tapasztalatcserével, és hát természetesen anyagilag is kiemelten támogatjuk a sorstársakat. Akkor kitartást és sok erőt kívánok önnek a későbbiekben is. Köszönöm szépen. Dobos László polgármester úr megemlékezésében elhangzott, hogy nagyon fontosnak tartja, hogy a rákbetegeket és a rákban szenvedőket ne hagyja senki magára. Beszélt arról is, hogy az önkormányzat létrehozta a saját koncepciót, egészségügyi koncepcióját, amelyben fontosak a szűrőprogramok. Itt láthattunk már gyógyult betegeket és olyanokat is, akik elveszítették hozzátartozójukat. Azt hiszem, hogy egy fontos dolog az, hogy az önkormányzat is mellé állt ennek a mai rendezvénynek. Én először is a köszönet szavait szeretném tolmácsolni a helyi egyesület elnökasszonyának, hiszen olyan sok hasznos és nagyon fontos gyakorlatias munkát végez a szervezetének tagjaival egyetemben, ami szinte pótolhatatlan. Nyilván megvannak azok a szervezetek, egészségügyi szervezetek, kórház, rendelőintézet és más egyéb szervezetek, mint az önkormányzat például, akinek kötelessége foglalkozni az ilyen jellegű gondokkal, problémákkal, az ilyen betegségben szenvedő emberekkel, de talán a legnagyobb lelki segítséget mégiscsak egy erre szakosodott egyesület szervezet tehet, és ahogy látjuk, évről évre nem csak ilyenkor a megemlékezések apropóján, hanem az év minden napján segítik azokat az embereket, akik daganatos betegségben szenvednek, és ez a gyakorlati segítség, illetve lelki támasz hiszem, hogy nagyon-nagyon fontos.
Elnök asszony elmondta itt nekünk az interjúban, hogy a hitelesség fontos számukra, tehát azt mondta, hogy éppen ők azért lehetnek hitelesek az egyesület tagjai, mert már vagy túl vannak, vagy éppen egy olyan szakaszában vannak ennek a sajnos csúnya betegségnek, amiből ők el tudják mondani azoknak, hogy hogyan lehet túlélni, és hogyan tudnak hitet, erőt adni a túléléshez. Ki maga nem tapasztalta, vagy a családja tagjai között, barátai között nem volt ilyen, szörnyű betegség, nem ütötte fel ilyen szörnyű betegség a fejét, az elképzelni sem tudja, hogy milyen megrázkódtatás ez a hozzátartozóknak, a barátoknak. Valóban, aki túlélte már, ez túl van rajta, nagyon sokat tud segíteni, hiszen a legfontosabbat, a hitet, a reményt tudja adni azoknak az embereknek, akik éppen küzdenek az életükért. A mai nap azért is rendhagyó, mert lesz könyvemutató, és mivel beszéltünk azzal a doktornővel, aki a beteg kislányát veszített el, és ő könyvét fogják itt bemutatni, azt hiszem, hogy ez is egy fontos dolog, hogy megmerjenek szólalni azok az emberek, akik már ezen sajnos túl vannak. El kell mondani, hogy mik azok a csúnya szóval mondom fogások, amivel egyáltalán ezt a szörnyű helyzetet lehet kezelni, amivel egy pici kis szikráját lehet adni az optimizmusnak, a túlélési lehetőségnek. És ezek az emberek, akik itt körülben vannak a mai napon, ebben sokat tudnak segíteni. Például a könyvbemutató is nagyon fontos, és nagyon hiteles dolog lesz. Reméljük, hogy ebből a sok elültetett nácizból nagyon sok ki fog kelni, és tavasztal pedig majd a sétán ki tudjuk vinni azoknak az idős beteg embereknek, akik nagyon szoktak ennek örülni, hogy egy pár jó szót kapnak azoktól az emberektől, akik innen a sétáról elindulnak hozzájuk. Nyilván én is reménykedek abban, hogy a nácis hagymák megindulnak tavasszal, de abban még jobban reménykedek, hogy egyre hatásosabban lehet gyógyítani ezt a betegséget, hiszen ez a legfontosabb. Ez azt hiszem, hogy mindannyiunk érdeke is ez lenne. Köszönjük szépen! Köszönöm a lehetőséget!